A lakossági átoltottságnak köszönhetően újabb enyhítések jönnek, közölte a kormány. Június 14-től, azaz jövő héttől már lehet falunapokat is tartani az 5000 fő alatti településeken. A programokon védettségi igazolvány nélkül is részt lehet venni, de az eseményen maximum 1500 ember tartózkodhat egy időben. Ugyancsak a korlátozások enyhítését jelenti, hogy zenés, táncos rendezvényeket most már a 18 év alatti fiatalok is látogathatják, de csak a koronavírus ellen védett személy felügyelete alatt. Június 28-áig, azaz még több mint két hétig lehet benyújtani a kérelmeket a falusi kisboltok támogatására a Magyar Falu program keretében. A 48 milliárdos kerettel a 2000 lélekszám alatti településeken működő kisboltok fejlesztését és a korábban bezárt boltok újranyitását segítik. A falusi kisboltok az alapvető élelmiszerek árusítása mellett postai szolgáltatások biztosításával, vény nélkül kapható gyógyszerek forgalmazásával és a közösségi terek üzemeltetésével is foglalkozhatnak. A gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vagy szövetkezetek a nemzetpolitikai informatikai rendszeren keresztül adhatják be igényléseiket. A veszélyhelyzet ismételt szeptemberig tartó meghosszabbításával újból időt nyertek azok, akik eddig nem újították meg autóik lejárt műszaki vizsgáját. Az első veszélyhelyzetet még tavaly márciusban hirdették ki, amelynek nyomán lassan másfél éve lejárt műszakival is legálisan lehet közlekedni. Így az év végére előfordulhat olyan eset is, hogy bizonyos autók akár 20 hónapja lejárt engedéllyel közlekednek majd az utakon. Mindeközben a jogszabályok szerint csak olyan járművel szabad a közúti közlekedésben részt venni, amelynek műszaki biztonsági és környezetvédelmi jellemzői megfelelnek az előírásoknak, vagyis rossz állapotú gépkocsikkal útnak indulni továbbra sem szabad.